A szabolcs már Bereg vármegyei rendőr főkapitányság közlekedés rendészeti osztálya a húsvéti időszakban fokozott figyelemmel ellenőrzi majd a közlekedőket. A fény módszeres ellenőrzés mellett kiemelt figyelmet fordítanak a biztonsági berendezések ellenőrzésére is, figyelmeztetnek továbbá, hogy fokozott türelemmel a keszlabáit betartva közlekedjenek az utakon. A húsvét jelenlőző akciónknak a részleti egy feladatszomás keretében gyakorlatilag 7 10-éig terjedő időszakban, főleg az itt a kiszűrése az érdekénk ennek az egésznek. Ezt akarjuk megelőzni, hogy minél kevesebben üljenek volán mögé ittasan, vagy alkoholfogyasztás követően. De emellett természetesen nem megyünk el az egyéb szabályszegések mellett sem. Ugyanúgy fogják ellenőrizni a kollégáim a biztonsági öveknek a használatát, illetve a főbaleseti ókorka vonatkozó szabályszegéseket, előzése, elsőség meg nem adása, szabályok illetve a sebesség túlépést is minden esetben fogjuk ellenőrizni ez alatt a hosszú étvég alatt, a négy napos alatt, hogy akik elindulnak a családlátogatásra, rokonlátogatásra, oda is érjenek természetesen biztonságban, és el tudják tölteni azt a pár percet, vagy pár órát, pár napot adott helyzetben, hogy tudjanak kicsit pihenni, kikapcsolódni az emberek. A helyszíneket gyakorlatilag a helyi szervek, a kapitányságok önállóan választották meg, ez egy tervezett ütemterv szerint van. A fő, fő forgalmasabb útvonalakat mindenképpen előzni fogják a kollégáim, illetve az ellenzi értékelő munkából adódóan azokat a helyeket, amit ők megjelöltek, azt minden esetben le fogják ellenőrizni. Természetesen az úgynevezett kerülő vagy súrán utakat is le fogják járni a kollégáim, hogy ezzel is megpróbálják megakadályozni, hogy minél kevesebben üljenek a volán mögé, akik alkoholt fogyasztottak esetlegesen. A még egy dologot, amit szeretnék elmondani, hogy az állampolgárok, akik közlekednek majd az utakon, megnövekedik a forgalom, mindenképp legyenek türelmesek, toleránsak egymással szemben, és itt azért meg kell említeni, hogy a állat Állatpark, illetve a múzeum falunak a látogatottsága, főleg, hogyha jó idő lesz, akkor az biztos, hogy meg fog növekedni. Itt azon a sósta úti részen akkor a parkoláson mindenképp odafigyeljenek, és tényleg türelmesen kellő odafigyeléssel, illetve nagyobb odafigyeléssel legyenek a közlekedésben részfejükre, hogy ne okozzanak egymásnak sem, illetve maga, magunknak sem kárt. A húsvéti kiemelt ellenőrzési időszak után április 21-én az Európai Közlekedés Rendészeti Szervek Hálózata a Rótpol kezdeményezéséhez csatlakozva a Magyar Rendőrség 24 órás összeurópai sebesség ellenőrzést úgynevezett Speed Maratont végez. A rendőrség várja az állampolgárok javaslatait az idei ellenőrzési pontokra, ahol az egész Európát érintő kampányhoz kapcsolódva egy napig mérik a magyar útjain közlekedők sebességét. A korábbi évek tapasztalatai azt mutatják, hogy a rendőrség által a 24 órás speed maraton alatt ellenőrzött járművezetők 95%-a az előírásoknak megfelelően választotta meg haladási sebességét. Az eddigi akciókhoz hasonlóan a rendőrség az ellenőrzési helyek kijelölése során a lakosság véleményét is szeretné figyelembe venni, ezért idén is javaslatokat bár arra vonatkozóan, hogy az említett időszakban hol kerüljön sor sebességellenőrzésre. A Vármegyénkben a Speed Maraton uh, ugyanúgy fog zajlódni, mint a korábbi éveknek megfelelően gyakorlatilag. Egy, a Speed Road állomás, a Speed a sebességelőzőnek uh, keretében a Road egy napja. Az április 21-én reggel 6 órától másnap 22-én 6 óráig fog tartani. A Vármegyében lévő uh, lakosok a Speed Maratonnak egy e funkcionális e-mail címére tudnak különböző helyszíneket küldeni, ahol az ellenőrzést szeretnék, hogy végrehajtsa a Vármegyé rendőrfőkapitányság. Ezeket a címeket ellenőrizni fogják a kollégáim elemző értékelő munkát követően a Vármegyében lévő trafipaxok mindegyike fog üzemelni, és ebben a 24 órában folyamatosan fogjuk ellenőrizni azokat a helyszíneket, amit a lakosság kért. Fokozott figyelemmel a szabályokat betartva közlekedjenek tehát az utakon. Közigazgatási bírság, pénzbüntetés és büntetőpont is jár a szabálytalankodóknak. Persze most sem a büntetés a cél, ezt emelte ki a rendőr alezredes is, valójában a biztonságos közlekedés az ellenőrzések célja.